Következik a Magyar Rádió kívánságműsora 2-5-ig. Műsorvezető Takács Mari és Gálvölgyi János. Ha például hétfőn volt próba, és a Kazimírtól elkérdezkedni nagyon nehéz volt, tehát 2-ig volt próba, de nekem abban a kivételezett helyzetben volt részem, hogy én azt mondtam, hogy tanár úr, már 1 óra van, nekem el kéne mennem, nem megy sehova, de mondom, hát kívánság, most a Takács van. Ja, jó, menjen. Ez a 10 év valahogy úgy folyik össze, mint az egész 10 év egy délután lett volna. Abban az időben ez egy olyan népszerű műsor volt, hogy másra számra kaptam már is a leveleket, meg én is. Ilyen levelek is voltak, hogy nem már meghalt 2 éve, és ő szeretné meghallgatni a Puccini Zümmögő kórusát magyar nyelven. Tehát nagy dolog volt, hogy a Boniem vagy ilyen együttesek, de voltak ennél sokkal komplikáltabb együttesek, a Dave, Dozy, Dicky, Nicky, DJ. Na most én ezekben ugye abszolút járatlan voltam, de hát Mari, mint profi tévés, ezeket ő általában tudta, és ezt mindig ő átvállalt, hogy én majd bemondja, és akkor ő rontott el, és attól én nagyon-nagyon boldog voltam. Az Abba együttes, Krézi Erő, Takács Mari, Kutnik Juli és Murányi László. Money, 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 shiny money, fogjuk meg a pénzt. Drága lett a homi, kell a money, a forint is pénz. Jött ez az ominózus felvételi, és nyilván ott az izgulós természete lehetett az oka, hogy hát azt hiszem a második után ő nem került be a színművészeti főiskolára. Minden eszköze megvolt arra, hogy komoly operett primadonna legyen belőle. És a sorsnak különös kegye volt, hogy hirdettek egy tehetségkutató verseny. Egy énekverseny volt az, igen, ha jól emlékszem, a Margit szigeten. Nyilván kimehettek oda a tévések körülnézni, és hát édesanyádat rögtön kiválasztották. Kedves közönség! A Magyar Televízió befejezte mai kísérleti adását. Jó éjszakát kívánok! Nekünk kellett megkeresni a Magyar Televízió arcait. A televíziónak annyira nem volt tekintélye, hogy a rádióból senki nem volt hajlandó átjönni. Marit, mikor megláttam, akkor az volt az érzésem, na itt beletrafáltunk. Kedves közönségünk, néhány perccel múlt 1960. A Magyar Televízió megkezdi ezévi első műsorát. Az ilyesmiért, ami ő volt, ezért a minőségért, mind külső, mind belső tekintetben, ezért térden állva imádkozni kell egy televíziónak, hogy kapjon szépbe olyat, aki ennyire emberi és természetes, mint amilyen ő volt. Olyan körülmények között dolgoztunk, amire ma már csak nevetve lehet visszaemlékezni. A Széchenyi hegyen volt egy bemondó stúdió, hát annak éppen nem nevezhető, mert egy szenes pince volt, és nem volt valami nagy munkafegyelem. Utolsó pillanatban érkeztem meg, nagy megrökönyödésemre 15 mázsaszenet találtam az ajtó előtt. Fiúk leszóltak, hogy mit sírsz ott, mondom, hát nem tudok bemenni. Ellapátoltuk, bementem, elkezdődött az adás. Múltkoriban jártunk ott, és nagy örömmel láttam, hogy van egy emléktábla az Agancsúti épületnek a falán, hogy innen indultak a kísérleti adások. Azért mondták, hogy kísérleti, mert soha nem voltunk biztosak benne, hogy működni fog. Megkezdjük a televízió híradójának vetítését. Ő volt az, aki, hogyha bakizott, akkor elnevette magát, és nem zavarba jött. Kezd már! Bemutatjuk a... Mi a címben? Ekkor kellett kitalálni azt, hogy mi is a bemondóság. Önök talán nem is tudják, hogy nálunk a munkát a bemondók 10 parancsolata szabályozza. Úgy öltözködj, mintha minden nap ünnep lenne. Légy mindig pontos, elég, ha a műsor pontatlan.
Szeresd úgy a nézőt, mint te magadat. Mindegyikünk más volt. Anyukád és Eszter is, meg hát Lénárd Judit, ugye nálam idősebbek, azok már úgynevezett nagy műsorokban működtek közre, tehát nem csak adószolgálaton, szilveszteri műsorokban. A Horgosi csárdán, ki van Pestben, hol a járok? És Abalecki, Varga Jóska, Takács Mari, Knézi Jenci, Aszádvári, Egri Jancsi, Kertész Zsuzsi, Akubecki, Pajasica, a Bán Gyuri és Atamási, Kudlik Juli, Antal Imre, a tévéből minden este. Akkor tehát nem akarta az ember mindenáron önmagát valamiféle különleges lénynek föltornászni, hogy egész becsületes legyek, leginkább az volt a törekvés, hogy letornásszuk magunkat, hogy elfogadják az emberek, hogy olyanok vagyunk, mint ők. De jó volna a ködleple alatt egy gólt rúgni. Még a zajból se fogom tudni, mert akkor nagy csend lesz. 16-osan kifelé jön a labda, egy lövés, hopp, hogy kilőte. A frankfurti NSK magyar válogatott labdarúgó mérkőzés közvetítéséből, hát helyesebben ködvetítéséből láttak egy rövid részletet. A történeti hűség kedvéért hozzáteszem, hogy a ködvetítést, mint új keretű fogalmat nem én találtam ki, hanem Takács Marika. Neki mindig elsősorban sosem ő maga volt a fontos, hanem mindig a másik. Az édesapád, te. Egy-egy helyzetben egy barát, a tévé, aminek hát ugye az az élete volt. Szóval egészen különös lény volt. Akkor Szaharába valahogy elvetődtem, és mondtam, most egy kicsit bemegyek, egyedül vagyok, majd visszatalálok, és csak azt visszanéztem, és a lábnyommal azt úgy eltűntek, mert a homoknak ez a tulajdonság, hogy nem őrzi a lábnyomot. Na most, hogy mondjam csak, az ember éli az életét, na most nem tudja, hogy nem ilyen homoktengerbe megy, marad-e utána valami. Nagyon kegyetlen szakma, amit ő vállalt, mert ez addig létezik, amíg az illető él. Egy írónak fönnmarad a műve, egy rendezőnek esetleg, ha sikerült valami, fönnmarad. Neki egy ilyen fogyó emléktár. Egy generációnak ő a Takács Mari, egy fiatalabb már nem tudja, hogy az ki volt. A generáció kihal velünk. Nagyon egyszerű lemérni a magam fajtának, hogy ki az, akinek vannak emlékképei, valamivel azonosít, a szemén látom, azon, ahogy megismer vagy fölismer, és van, akinek már nem jelent semmit. Én azt hiszem, hogy ebben a hálátlan mai világban, aki a Mari addig marad meg, amíg emlékeznek rá, és mert nagyon szerették őt, szerintem nagyon sokak emlékezetében megmarad, de igazándiból, ahogy én elnézem a televíziót, borzasztó hálátlanul és aljas módon a királyi televízióban azt nem tudják, majd volt egy Takács Mari. Kedves nézőink, kérjük, bocsássák meg nekünk tévedéseinket, és emlékezzenek néha jó szívvel is ránk.